Na hát, de sziasztok, én Kamil vagyok, és most pedig itt vagyunk újabb 5 olyan Minecraft dolog, amit még nem tudtál. És most sietek, mert mindjárt el kell mennem a gép. Szóval nincs sok időm felvenni azt a videót, szóval igazából akkor kezdjük is el. Az első dolog az az lenne, hogy ha van egy creeper, ami meg van lőve bármilyen effektes nyíllal, és utána fel van robbantva, akkor így úgymond kijön ez a partjuk a felek belőle, és megkapjuk azt az effektet. Szóval, hogyha ilyen über ilyen vaskély harcok vannak így egybe, és valakit meglőttek ezzel, és meghal creeper persze, akkor nagyon szerencsésnek mondható vagy. A következő dolog az lenne, hogy 1.9-ben berakták azt a funkciót, hogyha enderpearlre túl sokat teleportálgatunk, akkor le tud idézni egy ender mite-ot. Elég kis eséllyel, de le tud. Most éppenség elő akarom hozni a kedves ender mite barátunkat. Itt van. Akkor látjátok, hogy elég pici eséllyel, de elő tudod hozni egy ender mite-ot, ami lehet, hogy van későbbiekben megölt titeket. Szóval nem túl szerencsés, hogyha leszpónol egyet. Főleg, hogyha így az első ender pearlöket eldobjátok, nincs rajtatok semmi, és hirtelen megtámad. A következő dolog az az, hogy elfelejtettem elévenni ezt egy dolgot. Én bám, hogy a normál robbanó vizes palackkal ki lehet oltani, mondjuk be is lehet oltani máshol. Damn, it feels good to be a gangster. De ezzel inkább ki lehet oltani a tüzet. Szóval igazából, hogyha mondjuk... Várjunk. Van egy jó ötletem. Mondjuk, hogyha épp láttok egy... erdőtüzet, amit egy nagyon retardált ember okozott, és meg akarjátok menteni gyorsan, akkor sok robbanó vizes palack kell, elkezditek rá dobálni, nem túl effektív, ezért átváltatok kreatív voltba, elkezditek még gyorsabban dobálni. Szóval olyankor rájöttök, hogy még ez sem működik, szóval inkább használjátok a field, és beírjátok, hogy mondjuk 15, akkor air 0, replace fire. Így már működik? Így már működik. És ez pedig még gyorsabb mód a tűz eloltására, hogyha még tízes palackok dobálására sincs kedvetek. Mi van, végén rájöttem már, hogy kell. A következő dolog az lenne, hogy először is átmegyünk Game Mode 0-ba, jó kis dolog, és 1.12-ben nem tudtok letenni parancsblokkot Game Mode 0-ban. Halljátok, hogy kattingatok? Tudjátok, hogy mind a kettővel kattingatok. Még így sem tudom lerakni. És még mindig nem tudom lerakni. Na mindegy, menjünk át Game Mode 1-be. És itt van az utolsó dolog, hogy 1.9-ben kicsikét felbuffolták az ízett lábok veszedelmét. Szóval gyors, tegyük is rá egy kardra. És menjünk át Game Mode 0-ba. Ott volt a pressure play, mindegy. És hát ugye itt van egy szépséges fogs, hebez bizont, hogyha megütjük egy ilyennel, akkor alig tud mozogni egy kis ideig. Meg sokat is sebez neki. Szóval az ízett lábok veszedelme ad neki lassúságot, meg gyengeséget is. Egy pici időre. Gyengeséget mégsem ad, jó tudni. Akkor csak lassúságot ad nekik. Viszont hogyha mondjuk van egy ilyen jó kis über nagy pókboss, mondjuk 5 millió HP-val, és megütitek ezzel, akkor el tudtok futni. Kivéve, hogyha nem teleportál hozzátok. Mint ami nálunk szokás! Na viszont akkor ennek a videónak ennyi is lenne. Sziasztok!